Szeretettel köszöntöm a Sportás ma esti adásának kedves nézőit. Ebben az évadban utoljára vagyunk együtt, az augusztus végi, szeptember elejé újrakezdésig, és egy igazi virtigli magyar urat köszöntök ma a stúdióba. Tisztelettel, Magyar Györgyöt. Én köszönöm a meghívást is. Én köszönöm, hogy elfogadtad. Akkor mehetünk is. Majdnem a számom volt az, hogy sztárügyvéd, de én azt hallottam, hogy az igazi, tehát hogy van ez a kifejezés, ugyan, hogy sztárügyvéd, de az igazi jó ügyvédek ezt nem szeretik, ha azt mondják, akármilyen közismertek is, nem szeretik, ha azt mondják róluk, hogy sztárügyvéd. Igaz ez? Az igazi jó ügyvédeket nem tudom, hogy hogy kell megjeleníteni, de én nem szeretem. Nem. Akkor úgy mondom, tehát, hogy akik valóban hivatásuknak érzik azt, amit csinálnak, jelen esetben az ügyvédi szakmát, igen, valóban igen. Nem szeretik, akármilyen nem. Ismertek is? Ez az oka. Ez az oka, mert én úgy gondolom, hogy a sztár kifejezés az önmagában a revüre, esetleg a sportra vonatkoztatható, de ez a szakma annál egy picit komolyabb. Az igazságszolgáltatás részének lenni, meggyőződésem szerint nem a sztárolásról, nem a celebkedésről szól. Ezért rossz a kifejezés, bár Tordján doktor találta ki, talán emlékszel erre. Hát, hogy ami... találta ki, azt nem? Ezt a kifejezést tőle származik, hát vannak bizonyos előnyei. De külföldön már ez bevett, Magyarországon legfőjebb. Hogy sztárügyvéd? De mert így használja. Petrocelli, nem a sztárügyvéd hát volt a sorozatban. Mert a sajtó hozta ezt így, és a médián keresztül átkerül. De én nem, azért nem szeretem, mert nem ide való, lehet ismertek lenni, lehet esetleg hatékonynak lenni, lehet esetleg szimpatikusnak lenni, de ettől nem leszünk jobbak, mint a többiek, legfeljebb csak megismernek az utcán is. És ha megismernek az utcán, az meg egy külön feladat, te is átélheted, és mások is, akik szerepelnek bizonyos képernyőkön, hogy másképp viselkedik az ember, akit megismernek. Nekem egyszer egy néni azt mondta az utcán, hogy maga nem ehet az utcán. És igaza volt. Halál éhesek voltunk, a fiammal egyszer nem szabad itt anekdotázni. Lementünk egyszer, már zárt be egy üzlet, és ott két szendvics volt még a pulton, és izgalmunkba bekaptuk, és kiléptünk közben az üzletből, hiszen zárták, nem lehetett benn maradni. És egy néni odajött, így megismert, felmelt az ujját, maga nem ehet az utcán. És attól kezdve én figyelek erre, hogy vannak dolgok, amiket nem engedhetünk meg magunknak. Visszatérve a fő témára, mert nem felejtem el, a sztárügyvédség azért nem elegáns, mert ezt nem a szórakoztatóipar részének kell tekinteni. Még akkor sem, a bizonyos publikus ügyek a nézők tájékoztatására és az ismeretterjesztés céljára van elővezetve. Egyébként, ha valaki az ügyvédi pályára készül, az valószínűleg nem is olyan exhibicionista, vagy az? Talán kicsit igen. Igen? Ami még az egészséges kategórián belül van. Mert hát mégis egy tárgyalótermen belül van ez, nem? Tehát ott nem, ez nem egy színpad. Hát nézze, szóval, aki most kezdi ezt a pályát, és tényleg a filmeken nő fel, meg látja ezeket a háttér amerikai, angol száz programokat, ami nem azonos a magyarral. Nálunk ez a teatralitás nincs meg. Igen. De vannak tényleg publikus ügyek, amik mondjuk nagy horderejűek, nekem megadatott, hogy néhány ember részt vegyek. Ott tényleg tele van a nagy terem, tényleg közvetíti a televízió, előtte-utána lehet, kell is nyilatkozni. Azoknál az ügyeknél van ennek szerepe, és ez befolyásolhatja egy fiatalember pályaválasztását, hogy ő is szerepelni szeretne. Az ügyvéd életében általában el szokott jönni az a pillanat, amikor van egy olyan hauptügy, tehát egy ilyen kiemelkedő ügy, ami ad neki esetleg megismertséget, vagy ismertséget, nevet ad. Ezt várja minden amerikai ügyvéd, Amerikában egyik minden harmadik ember ügyvéd. Tehát az egy nagyon bevett gyakorlat, hogy ott elvégzik a jogi egyetemet, és ügyvédkednek kezdenek. Nálunk még ennyi nincs, de már itt is nagyon sok ügyvéd van. Régi világban szűk volt ez a kör, sokkal kevesebben kerülhettek be az ügyvédi pályára, most ez megnyílt, alanyi jogon lehet ügyvédkedni. Tehát visszatérve megint a kérdésedre, szerintem van benne egy kis szerepjáték, kell is, hogy legyen benne, mert a beszéd, a retorika, ennek művelése igen fontos, nekem meg kell tudnom győzni a bíróságot, meg kell tudnom cáfolnom az ellenérdekű fél jogi vélekedését, és meg kell feleljek az ügyfelem érdekeinek, és a saját etikai érzékemnek, és az ügyvédi kar tisztességének. Szóval annyi fele kell figyelni, ami már olyan, mint egy színjáték. Érdekes, nem? Hát igen, mert arra gondoltam, hogy persze, ez mind tulajdonképpen
hogy mondjam, meglepőt nem mondtál, de az ember mégis azt gondolja, legalábbis az olyan ember, mint én, hogy végis ez az egész jogi alapokon nyugszik. Tehát ugye kevesebb múlik a retorikán, talán gondolná az ember, mint a tények ismeretén, vagy azon a... Sokkal összetettebb. Igen? Te is tudsz mindent mondjuk a futballvilágából. Nem akarlak túldicsérni, de valószínűleg valamit tudsz belőle. De nem elég. Neked is el kell tudnod ezt adnod, ugye? Neked is a lexikális tudásodat, maradjunk ebbe, át kell vinned a közéletbe, és olyan formát kell adni neki, hogy közérthetővé váljon. Ez igaz. Tehát neked is több felé kell figyelned minden ilyen tevékenységnél. A mi szakmánk is hasonlít ehhez. Valóban ritkább az úgynevezett publikus ügy, és sokkal több az úgynevezett átlagos ügy, de a szépsége a szakmának pont az, hogy nincsenek egyforma ügyek. Hasonló ügyek vannak, de minden ügy más, és van egy nagyon érdekes ügy. Ez olyan, mint hogy minden gól más, minden akció más. Ugye? Ugye így van, úgy lehet. Kérdezem. Ugye így lehet, én szerintem így lehet. Azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen az ügyvéd nem hiheti azt, hogy számára ez egy munka. Ez nem munka. És ezért megint kicsit hasonlít a színészhez. Bele kell tudjak bújni az ügyfelem szereprendszerébe. Nekem azt kell fölvállalnom, amit ő szeretne elérni, csak nincs szakmai készség, amit te hiányoltál, ugye? Nekünk talán megvan. Ez akkor is így van, hogyha nem értesz vele egyet? Mi segítünk eligazolni neki az útvesztőkben, a jogi útvesztőkben. Tudod, miért ilyen a paragrafus? Mert mindenki elbújhat benne, amerre csak akar. De azonosulni, azért kérdeztem, azonosulni csak azzal lehet, amivel azonosul az ember. Ezt is mindjárt kifejtem, picit. Ja, jó, csak egy mondattal később. Ez a rossz tulajdonságom meg, vagy ez a szakmám, bele szoktam helyes, kérdezni. Én is így csinálom, és ezért megzavarom a másik oldalt. De nem. Amennyire csak lehet, de nem ez a fő cél. Nekem nem ez volt a célom, bocsánat. Nem ez a fő cél, mellékcélnak tekintjük. Igen. Tehát visszatérve, azt gondolom, hogy az azonosulás, most ezt tágabb értelembe kell venni, az érdekeivel kell azonosuljak. Nem a személyiségével, én nem leszek a bűntársa egy büntető eljárásban, én nem leszek az élettársa vagy a felesége egy családjogi perben, ugye? De leszek az, aki az érdekeit megpróbálom a jog mesdjére áthelyezni. És ez már tudomány, és ehhez kell, amit te mondasz, egy szakmai felkészültség, kell ismerni egy kicsit az anyagi jogot, tehát milyen jogok keretek között működünk, az eljárási jogot, hogy mikor mire van lehetőségem, és innen kezdve jön a kontakt, mert az egész ügyvédkedés, megítélésem szerint a bizalmon alapul. Tehát te azért helyezed egy ügyvédbe a bizalmadat, és bízod rá az ügyedet, mert azt gondolod, hogy nálad jobban fogja tudni képviselni a te érdekeidet. És nekünk az a dolgunk, hogy ilyen értelemben a szereppel azonosuljunk. Szerettem volna megkérdezni így, ahogy hallgattalak, vagy nem is szerettem volna, meg is kérdezem. Hogy mondod, hogy vannak kiemelt ügyek. És most tekintsünk el attól, hogy ne azt a választat, hogy persze ennyi év rutin, te nem azért, mert rutin év vagy, hanem amikor ugye föl lehet fogni, hogy kiemelt ügy van, akkor idegesebb az ügyvéd? Eleinte biztos, most már ilyen rutinnal nem. Annyira, hogy egy sima büntető ügy is eléri azt nálam, hogy nem tudok aludni. Hát a feleségem szokta mondani, hogy mit forgolódsz itt össze-vissza. Aztán külön szobába vonul, ez már egy másik történeti tényállás. Értem, tehát rágod magad. Tehát... Zavar. Igen. Zavar. Régen, ifjú koromban különösen zavart, a büntetőügyektől távol tartottam magam. Mert tényleg idegesített, hogy az én tevékenységemmel van összefüggésben, hogy egy pasas 3 évre vagy 6 évre lesz kivonva a forgalomból. És ez engem feszített. És úgy döntöttem ifjú ügyvédjelölt koromban, hogy polgárügyekkel fogok foglalkozni, hát a büntetőt mindenki meg tudja csinálni, ott nem is nagyon kell jogászkodni, ott pofára megy az egész, azt jó napot. De nem így van. A polgári ügyeket tényleg lehet jogászi alapon kezelni, a büntetőügyeket egészen másképp kell kezelni, és megfordult a világ. Nekem talán a viszkis ügy volt az, ami forgatott a büntető irányba, akkor azt gondolta a közönség, hogy na hát ez egy büntető ügyvéd, akkor visszük hozzá a büntető ügyeinket, és onnan kezdve a büntető ügyek váltak rutinosakká, és a polgárügyektől forgolódom. Ez nem érdekes, ugye érdekes? Akkor ifjú koromban nagyon zavart engem. 4 napos ügyvédjelölt voltam.
amikor a principálisom azt mondta, hogy üljél be abba a tárgyalóterembe, és légy szíves úgynevezett kötelező védelemként, lásd el egy erőszakos nemi közösülés egyik elkövetőjének a védelmét, és én halálra idegesítettem magam, hogy miket kell nekem ott hallgatnom, és miket kell nekem ott tudomásul vennem, és mondom, feszített, hogy milyen ítélet születik. Amikor mondtad a kiemelt ügyet, akkor előbb mondtad azt, hogy Haupt ügy, mint azt, hogy kiemelt ügy, és én hát gyanítom, hogy ez azért van a családi indítatástól, hogy az édesanyád ugye német-orosz tanár volt, nem mindenki mondja azt így, Haupt ügy, ja, ugye? Ja, ja. Ez otthonról van való. Von Haushaus. Ez is jó, és nicht vor dem Kindern szoktad mondani. De. Hát van valami von Haushaus, úgy mondod. Hát a mama ugye itt volt a kerületben. Igen, édesanyámat nagyon sokan ismerték, aki nem volt nekem osztálytársam vagy évfolyamtársam, az neki volt tanítványa. Ditkének hívták az iskolában. Ide nagyon közel esett a Pannonia utcai iskola, ami általánosnak indult, majd gimnáziumá fölfejlődött, nagyon komoly személyiségeket adott. A mama gimnáziumban is tanított? Ment tovább a gimiben. Ővé volt az első osztály, mert két osztályt nyitottak, és az elsőtől fölfejlődött négyre. És ott is volt német-orosz? És ott is volt német-orosz tanár, volt orosz tagozat, volt német tagozat, és akkor anyám végig tanította ezt a közeget. Anyukádhoz jártál? Nem, az orosz tagozatos voltam én is, ott ketté osztották az osztályt. És akkor az anyámhoz került az egyik fele, én a másik oldalra kerültem. Pedig lett volna egy ötletem a helyedbe. No, mit? Hát hogy szólsz a mamának, hogy te otthon tanulsz. Ja, hagyjon még, neki ember járnom. De így is borzasztóan el voltam kapatva, így is nagyon el voltam szemtelenedve. Szerintem áthoztam a pályára azt az akkori készségemet, mert rossz gyerek voltam, sok intőm volt, több intőm. Az említ, hol születél? Balzak utca? Balzak utcában. Ott nem születtek rossz gyerekek. De. Akkor én kivétel vagyok. Mert én tényleg sok mindent megengedtem magamnak, nagyon sok barátom volt, ismerősöm, fociztunk a Szent István parkban, hogy neked is megfeleljek. Próbáltam bal hátvédet játszani, mert nehéz volt mellettem elmenni. Hát nem voltam olyan nagyon ügyetlen, de olyan ügyes, és amikor már túl sok játékos volt, akkor beküldtek a kapuba. Azért ez minőség, nem? Ez minősítés. Jó, de én nem szeretném ezt. Tehát akkor ezek szerint Ijász Kálmán posztját nem fenyegette. Azt nem, de az Ijász Gabi nagyon nagy barátom volt. Azt nagyon szerettem a Gábort. Az vett egy ilyen csajkát, arra emlékszel, egy ilyen hatalmas... Ahogyne, a szím, az, ami nem is tudom, Rákosi elvtársai volt? Amiben talán? Május 1-én jelentkeztek az emberek, hogy tavárizs Dátán. És azzal járt a 70-es években, igen, szegény. Igen. Erőt, egészséget, elvtársak is. Akkor... Nem, és a Gabi azzal járt a 70-es években, de ő már nem erőt, egészség. Ő már nem, de hozzánk följött, és azt mondta, hogy Gyurikám, nincs meg a második sorom, segítsé már valamit, csináljunk ebben a dallal? A dallal. Szöveget írtál? Írtam szöveget. Heilig Gabi is nagy haver volt. Hát, de ő hát profi szövegíró. Hát, és ők együtt is műveltek, hát, tudom, meg már. Gyöngyösi nevű fiatalember volt még körülöttük, úgyhogy ezek a fiatalok nagyon együttműködtek velünk. Így lett Vasas pálya szeretetünk is. A Vasast is egy kicsit elkezdtük szeretni, és jártunk ki a meccsekre. A Gabi szegény nem focizhatott, mert szívbeteg volt, beteglőd, de jégkorongozni borzasztó rajok. Nagyon ügyes gyerek. Válogatott volt. Nagyon szerettem őt. Mari a felesége, Ihász Mari kézilabdás volt. Olyan. Aztán megszületett a kis Gabi, úgy ezeket mi mindig én minden átéltem. És a Balzak utcában meg a Bost. Hogyne, hát oda is le kellett járnunk, hát mindenki arra ment, amerre vitték. Ugye? A Bost az csak, hogy mondjam el a fiataloknak, mert nem mindenki tudja, ez egy beat klub volt, ugye, igen. Szikonor, a Sankó. Igen. Sipos Peti, ezek hát, játszottak ott. Hogyne. Mondtatok valamit a Fáji utcáról? Hát hogyne. Hogy a Fenyő a Szikonorba játszott, és leszették a Fáji utcába azokat a hangszórókat, amelyek a salakpályán kifelé közvetítették, igen, igen. És akartam bemondani, hogy egyes Varga, kettes Bakos, és néma volt az egész. Szikonorral leszették a Bosba egyik észre. Hát persze. Ma már ezt el lehet, 50 év vagy mennyi? 50 évvel tett éve. Elévült. Nagyon megnyugodtam. Ilyen cselekménye már nem fognak téged elmarasztalni. Hát nem én szedtem le. Jó, de te mesélsz róla. Tehát ez mindenképpen van egy társadalmi alakzata ennek, nem, csak egy közvetett tanulettél. Jó, de az ugye az akkor sok embert érintett, mert úgy volt 12 ezer az átlag nézőszám. Szóval a jogi világban nagyon sokszor előjön az érdekütközés, tudod, ez így van a személyiségi joggal, alanyjoggal. Mindig meg kell nézni, hogy melyik jog az erősebb. És akkor ez volt azt hiszem az érdek, nagyobb érdek, hogy szóljon a zene, nem? Mondjuk a futball akkor azért az elég hatásos volt a 65-66 mondjuk ilyen tájhat. Hát nem tudom, hogy a mai nézők mit értenek ebből, amit most itt beszélünk. Az keveset fognak ebből érteni. Jó. De... Térjünk vissza a mamához.
13. kelet. Anyám nagyon, nagyon szerette a diákokat, ő izgult a legjobban, tehát ha például dolgozatot kellett iratnia, akkor ő volt nagyon oda ezért az eredményességért, nem a diákok. Előfordult. Úgy izgult, mint te a tárgyalások előtt. Én most már nem annyira, hát de az anyám, amikor, a kezdet-kezdeti. Igen. De anyám idős korában is rettetesen tudott idegeskedni egy vizsgaeredmény miatt, és hát tanítványai sikeréért izgult ő. Igazi pedagógus volt. És ezt még elmondhatom, ezt a sztorit talán belőle. Akármit elmondhatsz. Mert ez összefügg egy kicsit a házasságommal is, a környék kapcsolatommal is, hogy már ifjúkoromban volt jogosítványom, az apám öregkorában tanult meg vezetni, és nem szeretett vezetni, és parkolni. Milyen autót vezetett? Wartburgot. És nem tudott parkolni sose. Akkor Gyurika, gyere le, és akkor hazaért az apám, akkor nekem be kellett valahova. Volt jogosítványod? Volt jogosítvány, már 17 évesen, igazi jogosítványom. És az anyám egyik ilyen izgalmi állapotában megkért, hogy vigyem be az iskolába, mert ő nem tudja végig sírtálni azt a rövid távot, a Balzag utcától egész a Tutaj utcáig, a dolgozatírás miatt, és autóval mentem, majd jöttem vissza a kocsit letenni, amikor is előttem ment egy ilyen autó, egy öreg Opel karaván, egy öreg bácsi vezette, és az olyan indexelt, nem indexelt, valami rosszat tett, én elé mentem, megálltottam, és azt mondtam, hogy kérem, itt nem lehet vezetni, mondtam én ifjú koromban egy idős úrnak. Az idős úr először meghekkent, mondtam, hogy kérem az igazolványait, jogosítványait, ahogy kell, 18 évesen mit kellett volna csinálnom. Ő benyúlt így a zsebébe, aztán megfontolta, megállt a mozdulat, miért maga rendőr, kérdezte tőle, mondom, nem vagyok rendőr, szeretnék életben maradni. Az öreg mondta, hogy menjek a francba, és elment. És mint utóbb megtudtam, otthon az ebédnél elmesélte, hogy őt már egy nagyon jó fellépésű fiatalember megállította az nem utcán. Nem azt mondta, hogy egy komplett őrült, hanem egy nagyon jó fellépésű. És azt szeretné, ha a kislányának ilyen típusú férje lenne. És mit tesz Isten, ez volt az apósom. Nem tudhattam, hogy ő lesz az apósom. Évekkel később ugyanezt a kocsit felismertem az E-épületbe. Elkezdtél udvarolni egy lánynak. Elmentünk az E-épületbe, ott te is jártál. Hát igen, Omegára. Omegára, én Bergendire. Igen. Itt, mert ott lassút is lehetett táncolni. Rendben. Ott megismerkedtem az évfolyamtársamon keresztül az Anikó című feleségemmel, aki szintén a környékről származik, a Hegedűs Balzak sarokról, akit látásból már ismertem. Az jó, de nem a Hegedűs Balzakról ismerted meg, hanem a E-épületben. Az E-épületben mutatták ami be. Ami kicsit messze van a Balzaktól. Igen. Igen, és utána megint mindenki jött haza, és akkor beül a lány ebbe az autóba, amit megfenyegettem az édesapja. Hát akkor már tudtad, hogy nyerekben vagy. Akkor ijedtem meg, hogy jaj, mit tettem, és akkor döbbent mindannyian rá, hogy az após erről a pasastról beszélt, aki megállította őt az utat. És azon kevés férjjelöltek egyike volták, az első pillanatban. Az Anikónak akkor különféle udvarlói voltak, én csak utánfutóknak hívtam őket, mert volt egy bátyja, aki szintén zeneőrült volt, Heiliggel például együtt zenélt, az a feleségem bátyja, ő állatorvos volt, és állatorvos hallgató, és akkor nagyon nagy fiú közönség járt körülöttük, és az Anikó meg szeretett ott köztük lenni. És nagyon sok Gyuri típusú udvarlója volt az Anikónak, és akkor nekem külön engedélyt kellett kérnem, hogy egyáltalán telefonon felhívhassam. Az érdekes volt a telefonfelhívás is. Ezt nem értem, a Gyuri típusú, az hogy kell érteni? A Gyuri elnevezésű utánfutói voltak a feleségemnek, és nem tudta, hogy milyen Gyuri hívja őt föl telefonon, mert Gyurik száma értem be magas. Akkor jól értettem, csak nem mertem jól érteni. Igen, és akkor mondta, hogy hagyjam őt békén, meg egyebekben elzárkózó típus volt ő akkoriban. És a jó pofa az volt, hogy mondjuk ő lakott ezen a sarkon, én laktam azon a sarkon, fölhívtuk egymást telefonon, vagy beszélgettünk, és a villamos akkor még fordult, kérlek szépen, a Visegrádi utcába. Kádár utcába, Visegrádi környék, ott ment a villamos, és csikorgott, ahogy kell, és azt lehetett az életben is hallani, meg a telefonon keresztül is. Igen. Úgyhogy hát ezek a megismerkedés pillanat. Az egy, hát több szempontból is számomra, kultikus hely volt az a Visegrádi Kádár utca sarok, mert ugye onnan ment a Fáy utcába a 12-es meg a 14-es villanyos, nem is sarok, mert ugye forduló, és a 3-as meg az 55-ös ment a Megyeri útra. És a Fenyő Miki például dózsás volt. Az úgy van. Teljesen dózsás volt. Igen. És akkor mindenki fújta magáért, az emlékszem. Na mindegy. És te? Gyönyörű. Hát én nekem a nagybátyám engem egyszer elvitt egy MTK meccsre. És itt van ez a nagy szöveg, hogy pályaválasztás előtt álltam, ugye? És akkor én választottam a Hungária körúti pályát. Van, aki a Fáy utcai pályát választott, de én a Hungária körúti pályát. Ki játszott akkor? És Salamontól vettük át ezt a szöveget, ez plágium egyébként, nevet komolyan. 50 éve, hogy meg pálya. Tudod? De rendes ember volt. És ahogy imádtuk őt.
Hogy már? Kik játszottak akkor az MTK-ban? Húha. Hát, lehet, hogy azok később Kuti. Persze. Bödör Kuti. Bödör Basas. Kuti. Ez az. Akkor, hogy? De azóta, hát tudom. Azóta ügyfelem lett, kérlek szépen, a Bödör Laci bácsi. Jött hozzám az ügyével, a fia csinált valami butaságot. Esztergályos. Még a... Ma is. 80, ma is. Nem tudom, ányi. Hát, MTK nosztalgia pályákra el szoktam menni. MTK nosztalgia mérkőzésekre el szoktak hívni, ha nem rontom nagyon a közösséget. Farkasház is ott játszik a vén veteránok között, meg többen, meg szurkolók, meg női csapatok. Hát itt is olyan élményem van, kérlek szépen, játszottunk, akkor még volt Ungáriogörüdi pálya, azóta most már egyenesítették, ugye? És a teremben futballoztuk, és akkor ment egy labda, abba az irányba, gondoltam magamban, el kéne mennem a labdához. Tehát mire én ezt agyilag felfogtam, és elindítottam ezt a hatalmas 100 kilós testet, akkor kérlek szépen négy nő elrohant mellettem. De olyan sebességgel ők voltak a női MTK futballistái. És akkor rájöttem arra, hogy ez nem az én világom már. Marad nekem két sportág, a kerékpár és az úszás. Az úszás az a gyenge pontom. Már rosszabb nincs, amikor a szigeten észreveszed, hogy az addig lesajnált, bocsánatot kérek minden hölgytől, lesajnált hölgyek úgy húznak el melletted, hogy az nagyon rossz érzés. Most voltam kérlek szépen a szárszói találkozón, és ott egy sportás odajött hozzám, és gratulált valami eredményért, már nem tudom miért, és azt mondta, hogy ő eddig arra törekedett maratoni futásnál, hogy mindig előről induljon. És utálta, hogy mindenki elmegy mellette. Rádöbbent, hogy utolsónak kell lenni, mert akkor ő megy el a többieknek. Hát minden relatív a sportban, minden relatív. Persze. Ezért és ott sport. Ragadtál, a pályaválasztás megtörtént, és ott ragadtál? És akkor szeretem az MTK-t, és az MTK is szeret engem. És ma is ki jársz? Hát néha kivisz egy barátom, mert ő MTK baráti kör, meg ha van valami jogi természetű kérdés, akkor természetesen pro bono segítek benne. Aztán fölbosszantom magam, aztán elengedem az egész magyar labdarúgással kapcsolatos álláspontom hasonló a tiédhez. Na várjál, csak te leírod, most... te leírod, én nem írom le. Gyurikám, hát most, nem tudom, néhány hete lehet reménykedni. Jó, harmadik helyzet lett az MTK, erre gondolsz? És megyünk a kupákba? Vagy mire? Nem. Erre nem. Harmadik helyezett lett az MTK, hogy meddig megy az MTK a kupába, igen. Azzal kapcsolatban vannak kétségek. Igen, vannak kétségek. Hát az, hogy nyertünk Helsinkibe. És hát én nem emlékszem. Tehát éppen azt mondtam, hogy már az én generációmnak nem volt lehetősége, mint újságíróról beszélek. Tehát én már újságíróként EB-n nem tudósíthattam magyar meccset. VB-n még igen. Nem éltem. Tehát már csak Szepesi, Gyuri, Vitrai, Vándor Kálmán, hát ezeket némileg ismered, igen, Lukács Laci bácsi, okay. Szóval ezek érték meg, hogy EB-n voltunk. Most az az óriási, hogy én nem tudom, hogy bejutunk-e, mert még ezt is el lehet. Persze. Ugye? Helsinki Vitten voltál, nem? Vitten, igen. Na jó, ide figyelj. Helsinki. Az már nyugat? Helsinki. Na jó. Az jó. Hát az is, arról is el tudunk beszélni. Na figyelj ide, majd 62. De mi most játszottunk azt hiszem a sífutókkal, mert ők sífutásban jönnek. Nem? Futballban is jó? Szóval én nem viccelem ezúttal el. Tudod miért nem? Mert engem valóban, ha bejutnánk, tehát azért az egy elképesztő pillanat lenne az életemben, mert hát nem, semmi nem utalt rá. Az a teljes meglepetés. Szapolod a mai színvonalat, szoktad szapolni. Van színvonalról, milyen gyönyörű gólt rúgott ez a fiatalember. Az gyönyörű volt. Kicsi, vékony ember nagy gólt rúgott. Rendben van. Szóval éppen mondom, hogy mindegy, milyen körülmények között 24 csapat, a görögök egy pontot nem szereznek, és így tovább. Mindegy. Van bennem valami olyasmi, amit nagyon régen nem éreztem. Lehet, hogy ezt is eljátszuk, és ha ezt eljátszuk, akkor már azt mondom, hogy én már az biztos. De nagyon komolyan, tehát nem vagyok egy hurrá optimista ember ebben a tekintetben a magyar futballal kapcsolatban, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, nagyon komolyan úgy gondolom, hogy most az egyszer nem duma van, nem púder, tehát nem csak nincs fejlődés, hanem szansz van. Azért, ezért, hogy így látod. Te nem? Pedig te szapulod rendesen a mai. De most... És szabad itt visszakérdezni? Na? A labdarúgás megérdemli azt, amit ebben az országban a mai hatalomtól kap? Hát én fordítva érdemes csinálnám. Erre? Hát előbb persze, hát ezek az üzenete én szerintem
nagyon rossz. Tehát hát persze, hát miközben Debrecenben építenek egy stadiont, és 3800, kevesebb az átlag nézőszám, mint vagy kisebb. De amikor a Felcsúton azon meg a játszott, akkor sokan voltak. Igen. Nem? Sokan voltak. Na, én azt gondolom, hogy ez egy szereptévesztés. A miniszterelnököt nem bántjuk, mert ez nem egy politikai műsor, te szoktad mondani. A futball szeretetért. Meg egyáltalán sem a futball szeretetért. A futball szeretetért. Hát jó, hát ez nem vonhatod ki magad a közéletből, maradjunk abban, hogy neked ez egy menekülés. Igen? Ez nekem a szem, persze. Aki azt mondja magáról, nem vagyok politikus, alakot nem érdekel. Hát de hát az írásaimban 30 éve lehet látni, hát nem sok politikát fedeztél föl benne. Én nem azt mondom, hogy te egy politikus vagy és szereted. Én azt mondom, hogy nem tudod magad a hatása alól hát kivonni. Minden ember, egyetlen ember se tudja kivonni. Amikor mondod, hogy nem szeretem, az azért van, mert bánt és zavar. Tehát ez a mi szakmánk az pszichológia is, tudod, és ezért engedd meg, hogy én belelássak a belsődbe, és egy nyilvánosság előtt is elmondhassam, hogy aki azt mondja, hogy utálom a politikát és nem szeretem, az azért mondja ezt, mert nincs vele megelégedve, és nem tudja másképp kifejezni az ellenérzést. Nekem van egy konkrét okom is, hogy távol tartsam magam tőle, vagy legalábbis azt sugalljam, hogy távol tartom magam, mert ezek szerint csak sugallom, de belül, ha jól hallom. Nem jól mondom? Nem tudom, mert van egy szíva, tehát az a gondolatom, hogy én nem szeretem, ha a futballban ilyen méretű politika van. Azt nem. Tehát, és az Olibit se szereted, az Alibit se. Ne, az se. És, a politika és pedig... ha lehet a FIFA-t valamiért dicsérni, ha lehet, azért mindenképpen lehet, hogy azt... Hogy távol tartja. Nagyon. Nagyon komolyan távol meg tartja. Meg tudja tenni. És hát látod... De begyüremkezik a korrupció. Az más kérdés. Persze. De amikor médiáról beszélünk, korrupcióról beszélünk, akkor már megjönnek a mögöttes érdekek, mert a politika és a gazdasági élet az már össze. Ez igaz. És mégis, ha nem lehet vádolni, tehát azt ki lehet jelenteni, hogy a Blatter FIFA-ja az elmúlt, nem tudom, 98 óta, amióta Blatter van, biztos, hogy a leghatározottabban, és a kicsengése, tehát azt nem vitathatod, azt gondolom, hogy sikerült ezt a látszatot fenntartani, ha csak ez látszat, azt mondod, akkor is. Tehát, hogy egy igen hatásos, demonstratív... Más egy testületet megítélni, és más egy személyt. Igen. A személy az tényleg nem tudja magát függetleníteni a közélettől. És én ki szoktam javítani a beszélgető partnereket. Téged nem merlek, de a beszélgető partnereket ki szoktam javítani, mert azt szokták mondani, hogy a politika. A politika megítélésem szerint nem azonos a pártpolitikával. És én azt mondom, hogy mindannyian politizálunk egy kicsit, amikor a közéletben megjelenünk, vagy a magánéletben tevékenykedünk. Az mind politika, de nem pártpolitika. Én nem vagyok hívva a pártpolitikának, én tipikus ős civilnek érzem magam, én az állampolgárok aktivistájaként érzem magam, és ha megszólalok közéleti témákban, vagy módon van valamit elővezetni, akkor azt nem a pártok érdekében, hanem az állampolgárok érdekében teszem. Ezt azt is akarod mondani, hogy aki közéletben benne van, annak kötelessége igen. Képviselni? A... Igen. Egy igen? Bizonyos kor után igen, és egy ügyvéd típusú embernek, aki hozzászokott ahhoz, hogy mindig képvisel valakit vagy valamit, akkor az igenis kötelessége így 60 felett már egy kicsit az országgal és a társadalommal is foglalkozni, ha megengedheti magának, például nincsenek egzisztenciális, egészségügyi és egyéb problémái, akkor kell egy kicsit a közösséggel is foglalkozni, miként teszi ezt remélem más ember is. Csak nagyon halkan jegyzem meg, hogy az egzisztenciális problémái, hogy vannak-e vagy nem, az nagyon rövid idő alatt megváltozhat. Ez is igaz, de ha az ember fél, akkor mint a sportban, akkor nem megy bele a csínybe. Mondjuk én nem ez a vezérmotívum, csak mondtam azok védelmében, akik esetleg kevésbé... A függő helyzet is létezik, igen. Ezt már több műsorban... Én elég független vagyok, ugye ez én látszik az írásokból, igen. Legalább tehát, függetlennek de látszani. De megvédem azokat, akik... Tehát a legjobb egzisztencia és egy pillanat alatt lehet a igaz, legrosszabb. De akkor ebből az következik, Iván, hogy akkor mi birkák vagyunk. Nem akarom megint átvinni közéletbe, csak hajlamom megvan rá, hogy itt van ez a vasárnapi boltbezárás. Hát melyik barom veszi ezt zokszó nélkül tudomásul, és nálunk megtörténik? Hát ezt mondok neked valamit. Mondjál. Nekem van egy rovatom a vasárnapi hírekbe. Rá van írva, hogy szombati és vasárnapi hírek. Hát ennél milyen abszurd? Mert nem tudják vasárnap nyitvatartásban értékes ide. Hát abszurd. De ezt is tudomásul vettük. Mi igazi magyar marhák vagyunk. Szürke magyar marhák. Ebben egyetértünk. Én... De nem vagy közéleti, nem. És nem szeretsz politizálni. De mégis a bőrödön érzed. Azt érzem,
hogy ezt nem lehetne valóban. Tehát ezek mi vagyunk, ez belőlünk fakad. Én, ha nem mondod ezt, amit mondtál, igen, akkor is így gondoltam volna, fél órával ezelőtt is. Ez az az állampolgári virtus, amit szerintem nem szabad az emberekben elnyomni. És képes a hatalom arra, hogy elnyomja, és az emberekben is megvan a félelemérzet, ahogy teljesen mondod. Most azt gondolom, hogy a hatalom képes, hogy elnyomja, de nem a hatalom felelős érte. Azt hiszem, de hát ezen el lehetne meditálni. A rendelkezések okán igen. Mert hogyha meg lett volna vitatva, mondjuk ez társadalmi értelemben, hogy gyerekek, tartunk mi ott gazdasági értelemben, hogy vasárnap zárva tartsunk, és az a néhány kereskedő menjen haza a családjához és pihenjen. Megint mondtam neked az érdekütközéseket, ugye? Melyik a magasabb fokú érdek? Hogy a család elmehessen egy plázába vasárnaponként, és végre együtt kiválaszthassák a kedves fűnyírójukat vagy mosógépüket, azon túl, hogy megvásárolják a jövő hétre szükséges termékeket, és a gyerek friss kenyeret vihessen az uzsonnára reggelire magára. Avagy beleszól a hatalom, és azt mondja, hogy ezt ne csináljátok, ti otthon legyetek, és kirándulni menjetek. De üdítőt már nem kaptok. Ez teljesen így van. Ha már így elbeszélgetünk erről, igen ám, de te mondtad, akkor birkák vagyunk. Vagyunk, mondtad több eszem első szemében. Igen. Azt nélkülünk nem lehetne. Hát tehát ez, akár ez nélkülünk, tehát ez mi ehhez az asszisztálunk. Mi minden, én is, te ez is. Ez a civil kurázsi hiánya. Ezért mondom én azt, hogy én nem pártpolitikus, hanem közéleti emberként mondom azt, hogy vannak dolgok, amiket nem kell birkamódra eltűrni. Most már hallasz több helyen erről a civil engedetlenségről, meg az egyéb szembefordulásról. Nem azt mondom, hogy tessék forradalmat csinálni, de azért vannak dolgok, amiket nem kell zokszó nélkül eltűrni. Ilyen lenne a társadalmi egyeztetés, ilyen jogszabályalkotásnál ugyanez a problematika. Nincsenek a társadalmi hatások előre levizsgálva. Előbb megszületik hétfőről kedre a jogszabály, majd utána jön a hatástanulmány, és kiderül, hogy rossz volt, és jön a visszatáncolás. Hát elnéd nagyobb dilettantizmus, kevés. Tudod, mi ebbe a baj? Hogy az ember felismeri, ha politizál, ha nem, vagy ha önkéntelenül politizál, vagy nem önkéntelen. Igen, akkor is az abszurdot felismeri. Igen. És az abszurd... És mit tesz? Kevés a felismerés. Csodálkozik. Az is kevés. Igen. Fölismerni, csodálkozni, ez kevés. A sportpályán is kevés. Cselekedetre van szükség, különben nem lesz gól. Hát ha, ugye ez nem jó példa, mert ha felismered a sportpályán, abból gól lesz. Mert ha felismered a passz ott van, és odaadod, akkor gól. Jó, de hogyha túl gátlásos vagy, vagy túl félsz, akkor elrontod a nagy helyzetet az is. Biztos. A gólvonalról is tudsz fölé rúgni. Én csak arra mondtam azt, amit mondtam, hogy én empatikus vagyok azokkal az emberekkel szemben, mert azért, tehát, hogy mondjam, ez nem feltétlenül az emberi elhatározástól, én szabadságtól. Aki könnyen beszél, az, aki szabad. Nem azt mondom, hogy tessék gladiátornak lenni és harcolni mindenki, a maga területén, ha a családján vagy a baráti körön belül legalább fejtse ki a nézeteit, és ne legyen csendes birka, és ne hagyja, hogy vezessék bele a nem tudom micsoda, semmibe. Hát abban a tekintetben akkor nehéz életed volt, hogy hát ebből a fajtából már, mint hogy vezessék, mint csendes birkát, abból láttál néhány évtizedet. Hogyne. És így is, meg úgy is. Én azt gondolom, hogy az értelmes ember kifejezi a gondolatiságát, másnél is, hogy kilépe a színpadra, vagy otthon dörgölőzik, de akkor a betegsége, stressz lesz belőle, és nekem vannak barátaim, akik magukba gyűrték a munkahelyi meg az egyéb konfliktusokat, nem kezelték őket, és ráment az egészségük. Nagyon nagy baj. Épp testben, épp lélek, ehhez kell a sport, ezért kell sportásnak lenni, ezért kell olyan munkát választani, vagy lehetőleg csinálni, amit az ember szeret. Van egy amerikai mondás, szeresd, amit csinálsz, és csináld, amit szeret. Én próbálom ezt követni. Ezzel nagyon mélyen tudok azonosulni, csak megint azt jelzem, hogy az embereknek nagyon csekély százaléka tudja azt csinálni, amit szeret. Erre kell törekedni. Erre kell törekedni. Igen, de akkor szóval könnyű azt mondani, ha valaki azt csinálja, amit szeret, de akkor a... Azért tudja csinálni, mert szereti, Iván. Én sem ebben úgy kezdtem. Ebben a szerencse is benne van. Szerencse, tehát, az egész ügyvédkedés is erről mindenki, szól. Tehát aki azt csinálja, amit szeret, az 70%-ban a szerencsének köszönheti. Nem tudom százalékosan, de mondjuk, aki nem ezt mondja, az nem elmebeteg. Tehát vagy dicsekszik. Szoktam mondani a kezdő ügyvédeknek, akár egyetemistáknak, akár ügyvédjelölteknek,
hogy ehhez a szakmához, már visszatérve az ügyvédkedésbe, keretes jelleg minden okán, szakmá, amiben mindenhoz, mindenhoz, mindenhez fontos, hogy kell egy lexikális felkészültség, kell egy kis rátermettség, valami talentumra szükség van, ugye? Igen. A többit meg lehet szerezni, mint az intelligencia és a műveltség közötti különbözőség. Igen. Lehet rajta javítani, technikát is lehet Igen. csiszolni, utána jön a szerencse. Nagyon fontos tartom jelen a szerencse. És utána hogy tud ebben élni? Mert sok ember elmegy a szerencse mellett. Igen, de én megfordítom, akár még úgy is, hogy elsőre mondom a szerencsét, mert a szerencse megelőzi a... Még akkor is a talentum benned van, hogy megkapod az esélyt, az nem, nem feltétlenül tőled függ, sőt valószínűleg nem tőled függ az esélyt, hogy kibontakozhass, tehát akármilyen kiváló, ma már egy ország tudja, hogy milyen kiváló ügyvéd vagy. Amikor ezt elkezdted bizonyítani, akkor nem biztos, hogy rajtad függött, hogy elkezdted egyáltalán bizonyítani. Át kell, hogy jöjjön. Ez így van, ahogy mondod, át Igen. kell, hogy jöjjön, nem is nekem kell irányítanom. Igen. Én csak azt mondom, hogy persze. Persze, én azt csináltam egész életemben, amit ez rendben van, de én egy, hogy mondjam, szóval én megértem, mert lehettem volna ugyanolyan azon az oldalon is, ahol, aki nem azt csinálja. De mindannyian lehettünk volna, tehát persze, ez egy szép, hogy mondjam, árszpoétika, hogy azt csinálod, igen, hát igen, de a tény az, hogy az emberek túlnyomó többsége nem tudja ezt csinálni. Tipikus amerikai, jól mondod, tipikus amerikai, de mégis magunkévá tehetjük, és ha fiatalokról beszéltünk meg, hogy mit emlékeznek a múltból, meg kikre emlékeznek, akkor ilyen iránycélokat azért meg lehet jelölni, és az öregeket érdemes meghallgatni, mert az apám volt szíves annak idején azt mondani, fiam, hallgass rám, először is azt mondta, hogy nem érdemes megöregedni, ebben igaza volt, de most már azt is visszahallom, ahogy öregszem, hogy azt is mondta, hogy bizony szempontból érdemes, mert tudod a megoldást. És a tapasztalat az nagyon fontos. Látod, hát tetszik sportban tudni. Is. Azzal ültünk le, hogy sporttárs, hát volt benne sport, de azért leginkább nem arról beszéltünk, volt ebbe a műsorban ilyen már nagyon sokszor egyébként. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én azt gondolom, hogy minden hízelgés nélkül, hát én nekem legalábbis, hogy mondjam, tehát rajtam javított valamit, vagy érdekfelelő. Hát vegyük ezt. Hát nem. Én azt gondolom, a néző jobb helyzetben van, mint te, mert ő ki tudja kapcsolni a készüléket. Tehát ha nem tetszik az, amit mi itt beszélgetünk, vagy a különös, amit én mondok, fogja kikapcsolni és elfelejti. Kedves nézőink, ha nem lett volna bekapcsolva a négy kamera, én akkor is végighallgattam volna a magyar ügyvédurat. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttél. A nézőknek köszönöm szépen a figyelmet. Most néhány hétre türelmet kérünk, mert nyári szünet következik a sporttársban is. Sportoljanak. Sportoljanak. Jó nyaralást mindannyiuknak. És tényleg köszönöm, hogy ennyiszer megtiszteltek, és találkozunk augusztus végén, szeptember elején, még nem tudom, melyik napon, az új tanévben. És köszönöm Magyar Ügyvéd úrnak, hogy itt volt. A viszontlátásra. Köszönöm a lehetőséget.